Talán folytatjuk a Phoenix Fight és Returni Trials and Tribulations utolsó epizódját. Tehát Rachel vs. Von Karma párbaj első szemmel lezajlott, ahol bikinékkel kiakadt. És már sikert rávennem a bírót, hogy hallgassuk ki Larry Bartzot. A következőben már igaz, hogy nem lehet megnyerni, de időt kell nyerni, mert még nem nézték át a belső tempomot, amit a hét összeomlása miatt nem tudtunk kijutni. Február 9, 11 óra 15 perc, négyedik bíróság vádott, előcsalok. Nem tudom mit mutatni. Iris, nekünk csak 20 perc van. Két dolgok kell megképzelni. Hát akkor segítek, ahogy tudok. Tényleg nem voltál a belső tempomban? Bikini azt mondta, hogy voltál. A belső tempomban. Vagy te, vagy Bikini, azt mondta. Ahogy mondtam tegnap. A szobámban voltam be a Hazakura tempomban. Másik. A templomban a homobil az, amit észrevette. Ami aztán visszatért a főbejárathoz. 10.30 és 11 óra között. Te vagy az, aki használta a homebrewt? Csak egy kulcs van a homebrewhoz. Az egyetlen, aki használta, az ő. Miért? Mi vett rá, hogy a híd van? Már megint Psylocke. Még nem beszélt róla. Szóval... Szóval már a biztonságáig nem beszélt róla. De előtted még Elis dolgok. Valami, jöhet bárki, vagy ő nem venne senkinek a szépét. Azból, mert nincs száj. Tizenegy óra 36 perc, négyedik bíróság, hetedik tárgyalás. Mondta a Francisca Mucca. Most hol van tanul? Egy vévő, aki gyandós viselkedésre jött a galériába. És valamit rajzol. Biztos rá gondol. Szóval őt akarta lerajzolni, csak képen bizonyára durvára ostorozhatta. Loris Dornan. Gyereke. Hát most nagyon sokat fogja használni a ostorát. A rajzadi megvetés a bíróság.
megpróbált elmenekülni a végrehajtó előtt, aki megpróbálta átadni az, nem tudom mi az, hogy ő csak egy chips, yes. De drinkezik annyit. Csak ő azért ment le a városban, mert kifogyott a vörös vesztőt. Ez egy nem egy műszínes. A téren dolgozik. Talált egy új gyönyörű modellt. Tehát semmi közöbb ez a perhez. Hát arra számolt, hogy az arcotok felvesedik, amikor észrevette, hogy vált. Most pedig tegyél valami más, mint egy ember. Hú, de durva. Hát most nagyon kell várni. Hát ez sok neki. Mit látok? Fiat a csillagokba este. Sokszor járt a hídnál. Nem látta a hómobilt. És senki nem látott az este. Két vár, az a család, akit várt, az nem járt meg. A tanárom meg. Egyedül. Mert az így nem tegy. Szika, hogy az utolsó beszédében beszélt. De miért nem kérdezték meg a nevet, meg a alkozáson? Hát csak incidens okozott. És magasész. Hogy mennyi érdekesítőt sok. Én mindegy mögött vagyok, mindegy. Csak hozzám érdi. Én örökké boktam. De semmi jelentkezés. Itt nem kell odi poncsot adni. Objection! Very well. Én azt megértem, hogy miért akarod eldobni az életedet. Hiszen szánalmas vagy, és sok b***hozok. Sajnán. Viszont... ugye... hogy felfogd, hogy még ideges b***hozok. De azt nem tudja megbocsátani, ahogy beszél. Éppen másában nem mondott igazán.
azt tudja, hogy Bikini kérte Phoenix Whiteot, hogy hogy hívja a rendőrség. Ezért a telefon függjelent a Heat. És találkozott vele. Igen, találkozott. És jó. Az nem számít, hogyha megváltozott a neve. Több incidenst okozó, hogyha ilyen szánalmasan is. A valóság nem fog változni. De akkor mit akartok tenni? Meg kell változtatod a belső önmagad. Mit láttál az esetben? És figyelj, van már figasságos. Jó, hát ez szép van. Mit lát az este? Második rész. 9 órakor volt a kaibában, de 10-30-ig. Hát csináljuk ezt, hogy megküld. Volt az így megküld, majd érdekessége, ami hamarosan meg ide. Valamit fejjel lefelé nézem. Valami villámlásra felé vett. És akkor minden fejjel lefelé látom. Kinézett az ablakon. És a Dusky Heat égett. Hát oda ment, hogy átnézzük. Akkor fogott össze Nick-je. Ezt oda elégett. Hát most vallja be azt is, hogy még belezuhant abba az ég... a folyóban az égő híd. Mit mondtam? Hát megfázott. És se tudhatom, hogy így ilyen emberre, hogyha... Úgyhogy nevezhetem őt Szentzsisnek, hogy... Hold it! Milyen hosszú ideig, amíg a vidámást látod úgy. 5 perc. Gondolta, hogy jön, hogy átnéz. Meg ilyen van messze az a... az a kajba a hittó. Öt perc sétálva. Hány csak... Hát igen, ezek közül kéne választani,
még van még The Phoenix Wright-től választani. Talán ez. Oké, ez még egy van. Miért nem hittál senki? Hogy ez? Nem kellett volna hívni, akkor van. Például, hát ott volt egy telefonnal, de azt ki hívna. Gondolod rá. Na ez az az, ez az, amiről Nick beszél. Most vissza kell mennem egy... Ez lenne az, mi van más. Igen, az ott volt. Adni valamit, én nem tudom melyiket. Nem, ez még biztosan nem. Jobban meg. Tiszta 11. Vajá. Kell, hogy legyen valamelyik bizonyítékot mutatni, de nem tudom melyik az. Nem vagyok ez vissza. Mi volt az, amely is válasz? Nem autóbusz, ez tudja.
háttérbe. Majd biztos, hogy ez az. Egy hibassóba kerül. Tókoz. Nyomja meg, vagy ne! Fájjunk! Ez volt az, igen. Eltaláltam. Eldöntően elmondottam a másod. A probléma itt az... Hát nem voltam a legjobb az idő megtartó. Három perc miután Billy... Joe távozott... Követelő biciklivel. És azt sem tudja, hogy se hogyan tud, mennyi idő mikor jön. Ez egyszerű. Látod a villámlást. És azt mondtad, hogy elmentél megnézni, hogy mi történt. Hát 5 percet vesztettél. És 10:45-kor volt, mikor... És azt mondtad, hogy 5 perc... egyszer kevesebb, míg odaérsz a kaibától a... Vagyis ez azt jelenti, hogy 11 óra volt, amikor megérkezett. Csak hogy lehetetlen, amit állít. 11 óra volt, amikor a gyilkos történt. Akkor még Wright-ak. A baj többen még mit kellene találkozol? Most tiltakozik. Mennyiszer kell még elmondani? Ilyen köcsög vagy. 11 óra között. Hát most korábban történt. Ez nem lehet, hogy 11 óra körül ott lehet. Hát itt van az időjárás jelentés. Ez múlva már teljesen elégett a híd. Tehát a híd addig, így hiszen 10:15-ig égett. Már nem tudhatta... Most nem látta, hogy ég a híd. És a helyszínre még nem érkezett meg addig, amíg... amíg... ki nem aludt a... Larry. Tehát 11 óra körül érkezett még. Tehát legalább 10:15-ig... míg nem érkezett. Most pedig mondja, hogy... Mi történt az első 15 percben? Szóval 15 perc hiányosságból még találkozott Finn.
mi van a probléma? Tehát a szemed látára égethetett el a híd. És ott volt a... Miért nem jelentetted már azt a... Figyelj... A hazugság... Mikor éget még ott volt? Hát kell, hogy legyen valami oka annak, hogy még nem lépett akkor. Kicsi. Hogy az idő komolyabb lenne. Ahogy sejtette. És mindent elmondta. Hát rossz érzés. És kérdés, mit tett az elveszett 15 percben. Ő egy kézzényész. Ugye mit csinál? Hát rajzoltam a hídat. Hát most tökéletes rajzolat csinál, de most meg kell ezt mutatnia. Rá kell ezt mennem erre. De egy kételkedés még mindig. Kérdés miért rejt? Ezt kell kideríteni. És ezt nem kell szállókot megítni, hogy megbánja. Hold it! De az ott az éget hidat. Azt megkövetelj, hogy mutassa meg. Mutassa meg a találzat. De miért? Nem akar bízni a dolgot. Egy rossz érzése van ezzel kapcsolatban. Azzal mutasd. Ez lenne az a rajz. Mindenki nagyon ledöbbent. Ez lenne a The Dust Kid. Hát ez egy durva kezd, az biztos. Ezt mindenki viccnek fogja tartani. Kérdés, hogy mi ez a titokzatos repülőzi? Hát az égető hív még ember? De. Mi az a lényeg?
Igen, észrevette. Iris. Azt gondolja, hogy Iris repül. Ami elég nevetséges. Köszönjük fel. Azt mondod, hogy ez láttad, hogy, hogy a vádlott repül. Hogy átrepül a hídon. Csak hogy ez baromság. Ezért rajzoltam. Ne durva. Ez egy rossz. Hát ez elképzelhetetlen, hogy így elmerüljön. Valamint szlávgyira lehetett a hittól. Ez volt érdem szláv. De a hiba lehetett. És küldje vissza a földre. Hát Viro ezt követeli, hogy küldje vissza a földre. Voltak éppen viszontiga nincs, vagy csak az a baj, hogy elég rosszul rajzol. Nem úgy, ahogy kell. Objection! Mit láttam? Azt látottam, hogy dollárt adok, hogy egy dollárt is adhatnék azért, hogy ki. Ez igazság. Ha ez igazság, akkor egy dolgot biztos. Bárki is lehet, az nem lehet a bármi. Megidost Tomáz. Mondd meg Eric. Ez szerint a kép szerint. Valaki viselte azt a... Ezt a süsső állott el, hogy jön lehet állni. Hát itt nagyon most tovább van, mint itt. Van, nem ártam a túl. A gyilkosság napján Iris nem viselte a süsőjét. Phoenix Wright-nak adta el. Megváltoztatod a Solidot? Vagy javaslod, hogy Wright van? Miről beszél? Nem, mert megértetted, hogy miről beszél. Miért? Miért lenne Nicknél Iris és... Miért lenne Iris?
Megint féltékeny. Hát ez nagyon rejtélyes, az biztos. Mesek neve. Mi az egy tanú? Úgy tűnik, hogy van szó, hogy tíve vált egy pillanatra. És hülyébb. Van bizonyíték. Van bizonyíték, hogy Iris repülhet. És repülhet. Akkor még egy bombás kettek. Bizonyíték kell, hogy ez a... ez a rémálom... Remélem készen. Bizonyíték, hogy Iris repül. Amikor elérte a Dusky hídat, már el... aggódott. Végül kereste. És találta ezt a kristálygömböt. Ebből biztos abban, hogy viselt azt is. Senki más nem veszíthette a kristálygömböt arcon az éjszakán. És hol találta? Itt találta. Pontosan itt a kék van. És végre volt temetve a hóban. Hát amikor abban a hóban tegyszer. De találta rajta valamit. Vért is talált benne. Hiszen az? Most Larry mesternek hívja majd. Sajnos van a komosztok. Csak egy utasson, vagy van más? Ez lesz az. Objection! Larry. Azon az estén volt valaki, aki elveszett a kristálygömböt. Ki volt az a... itt van? Ez Dawn. A mentor. És se fotón is van róla. És azon a boton volt rajta. Egy ilyen kis tegön könyvben. És ez az áldozatnak a botja. Azt meg hiányzik a kristálygömb. Mit jelent ez?
hogyha valaki ugrott vagy repült át a hídon, de azon az estén, az biztos, hogy nem Iris. Mert ő nem viselte a sisit. És amit kis területen találtunk, az se az. Tehát az, aki repült, és előadott a kis tegönt, az a ház. Hát megint ostobázni kéz. Hát az arra az egységes. Emberek nem tudnak repülni, ez elutas. És ez a kis tegönt. Egy Harry. Van ez. Ez gondolom a szobájában volt az este. Gyilkosság napján. És nem volt oka a híd, hogy ott menni. Így ez a... De hogyha nem volt ott, voltak, én akkor a gömbnek semmi köze az, hogy... Az egyetlen emberek, akik nek elfogadható a magyarázat a rossz eszélyek, mert a mód. Tehát a kislágő megtalálták a gyilkosságnak elállni. És azt mondod, hogy semmi közel ennek a szükség. De át is lehetett dobva a hívni. A gyilkosság után. És talán növelt, hogy van a kristály gömbben. Miért? Bizonyára el lehetett dobva, miután a gyilkosság megtörtént. Talán egy gyilkos tehette oda. Most csak ott van olyan k***t rákkal. De mégis mikor esett ott a küst? Tudom viszonyítani, hogy igaz, amit a Rivász mondott, hogy az én elméletem jó. Hát de egy dolog. Arra nincs bizonyíték, hogy Eizdom elhagyta a Hazakuran templomot. Persze arra sincs, hogy nem. Csak az a kérdés a kis tengőm, hogy na híthoz. Vagy tudom bizonyítani, hogy jó... Hogy nem véletlenül. Hát bizonyítani talán nem tudom, hogy... Hogy a kristály gömb ott van-e, ha kell lennie. Száj bizonytalan vesz különben, de Larry Butts emelte egy időkocsit. Dóra meg fog ütetni, hogyha felhallom. Tudom bizonyítani, hát persze. Nem lehet azt mondani, hogy nem. Akkor se lett volna baj, hogy azt mondom, nem. Hát ez nem számít, hogy tudom bizonyítani, meg muszáj. Ez amit Phoenix Wright is tesz. A végső kintítal. És azt kéne bizonyítanom, hogy tényleg volt. Pont úgy is segítem, hogy Phoenix Wright. Hát ez nem meglepő. Már ő maga segít, úgy mint Phoenix Wright.
mert kétféle bizonyítéka lehetséges, vagy mutatható. Hol is van az? Zeydát! Hát ez vége, be volt emetve a hóba. Ezt ugye nem állt volna el, ahol bizonyára vége lett volna. Ezt akartam állítani. Van másod egy dolgot. Amikor leesett a kristálygömb, biztosan havazott. Még hogy kicsit is. Nézzük ezt jó. De nincs hó a százat testében. Tehát a kristagot le kell esni a gyilkosságon. Tehát ezért az Anto biztosan már átmehetett a hídon valahol. De valamiért az letölt a botból az a kristály. És vér is van rajta. Hát itt van egy lehetséges válasz. Hogy a bűti helyszíne hamis. Mégis ki az ostoba? Ez melyik része az ostobaság? Ezt figyeljek, a nővé mindent látom. És látta azt, hogy megöli a vádot. Objection! Ez nem egészen igaz. Hogy pontos legyek, hogy látod azt, hogy egy gyilkos vagy egy kiveszi az áldozat testét. Ugyanaz. Nem egész. Te mondtad. Mert kevés véd veszted. Ha valamár se igaz, akkor itt bizonyára lehetett a büdényét. Meg lehetséges, hogy a gyilkos fegyver sem tűnt el, és nem volt sok nagy víz. Még egy gond elfejtett. Ugye a holtes házakkor a templomban volt megvan. Ugye a 15 perc odajön a hív. És valaki vétel oda. Hát ilyen messzire mentem. Hogy lehetséges a válaszom, az bizonyítani kell. A kérdésre a válasz. Ez. Zeyda! Hát csak egyetlen volt, hogy lehetett a holtestet hamis üdvény helyszíre, és az a hómobil. És azt használtam. Tehát arra is használták, hogy
you go hold the ball. Elfogadhatatlan. Játszom Shield. Hogy érted? Tehát csak ő használhatta a Homo-Wheel. Ez nem küldene téged a Shield? Már késő Francisca mondtálna. A vajételemből viszont... Hogy ez... Hogy nyomozást kell indítani. Fel... A következő kérdésekkel keresni a választ. Hol ölték meg Alice Donovan-t valójában? Hogyha elmozdították, miért? És... Mit jelent ez a rajz? De nem hazudna ösmét, hogyha a lányról van szó, hogy szeret. Ő az volt. Ez ösmét, ami történhetett. Kösz. Ne, durva megkezdménye lesz. Nem tud ítéletet hozni. Hát az volt a tét, hogy a bíró ne is hozzon ítéletet. És nagyon mérges. Nézzétek meg, mit fogtok. Hát, egy fölpán minden megtette. A többi te rá, mint a Finn's Ride. Ez is jó partner lehet. Egy jobbból vagyok itt. Hogy lepettem a sötétséget ezen az ügyben. És átadni Phoenix Wright. Ez volt az egész. Hát ez nem mondhattad volna az elején. De most... Az Angel. Nem érdekel, hogy miért csinál. Ez volt az esélye arra, hogy... Eltapos. De... Már kicsúszott az esélye erre. Hát ez nem csak Peace vagy összetelt. Tehát... Larry Bird says, she goes, I'll catch a Phoenix Wright. Ez úgy érzem, hogy mindig ugyanolyan hülye picsa marad, mint előzőleg. Most minden rágy. Folytattuk. Jó van. Eddig tudtuk irányítani Azure Föld. A többi... Ha tetszett, iratkozzatok be a csatornámmal, somatok egy lájkot. És később majd a második nyomozással folytatjuk. Tehát, sziasztok!